Meglehetősen ritkán fordul elő, hogy egyetlen adásban négy kihívó játékost is itt köszönhessünk, de hát úgy tűnik, hogy mostanában a jogászokra nem járnak jó idők. Jöjjön most valaki, aki egyáltalán nem jogász. Érkezik Melinda! Melinda, üdvözöllek, örülök, hogy eljöttél. Kaposvárról érkeztél, igen, ugye? Igen, Kaposvárról. És tanár néni vagy. Igen. Mit tanítasz? Magyar tanítok és szakiskolában, Nagybajomban. Nagybajomban, ami Kaposvártól... 23 kilométer. Igen, igen. És dolgozol azon, hogy angol tanár is legyen, ugye? Gyűjtöm a diplomákat, igen. Igen. Mivel jársz Nagybajomban? Busszal. Ah, dicséretes. Azért kérdezem, mert úgy tudom, hogy egy több mint 250 órát kellett venned, hogy végre jogosítványod legyen? Hát két kartonom tele volt, az biztos, úgyhogy inkább háztartást vezetek, mint autó. Nem vezetsz egyáltalán. Tehát megvan a jogosítványod, de dicséretesen. Próbálják mondani, hogy gyakoroljál, vezessél, csináld, de mondom, az mindenkinek jobb. Tehát... Ha nem. Igen. A jogosítványt is azért adták meg, mert látták, hogy nem szabadulnak meg tőled egyébként. Igen, valószínű benne volt az is. Megkaptad és el is tetted. Hát utána egy kicsit még vezettem, még meg nem született a kisfiam, tehát itt terhességem még, és hát utána már nem nagyon. Jól van. Nagyon ritkán, ha a férjemet kell vinni. Nem, de... nem, akkor sem. Nem, egyáltalán. Ez jól, a busz az annyira jó, hogy ha szíheted. Ül rajta egy ember, jól vezet, 30 óra alatt meg volt a jogsia kész, tehát az, hogy jól igen, van. Igen. Na, kérlek szépen Melinda, én nem tudom, el van átkozva ez a lig, de lehet, hogy csak jogász érzékenység van, de ugye neked semmi között nincs a joghoz. Nem. Környéken nincs. Ismertem jogászokat, de... De igen, én is, de már nincsenek itt, igen. Jó, na ez megnyugtat. Jó, köszönöm szépen. Kérlek szépen, az elevelek között ki van, meg mit csinál, az majd apránként fog kiderülni. Mint ahogy az is apránként derül ki, hogy kinél mennyi pénz van. Te szépen apránként játsszál velük, és hogyha ez 10-szer sikerül, akkor lesz 25 millió forintod. Passzolási lehetőségek vannak. De azt javaslom, hogy esetleg középről nézzél szépen, jobban látszanak. Maradj talpon! Nagyon izgulsz, Melinda? Most még nagyon. Most még nagyon. Jó, mit csináljunk, hogy megnyugodjál? Játszunk? Játszunk, igen. Igen. Kivel játszunk? A 8-as játékost választanám. Péter az ellenfél, szervusz Péter, aki alapvetően egy pécsi fiatalember. Így van, de Budapesten élek. Hát, azt tudom. Szokásos. Minden, igen. De Pécsen is végeztél, ugye? Pécsen, közgázkaron, közgáz mellett szakfordítói diplomát is szereztem, és hát ezt is használom a mai napig, szakfordító vagyok egy tanácsadó cégnél. Te is Pécsen végeztél, nem? Én pécsi is vagyok, én eredeti Tüke vagyok. Tüke? Éhes, ti nem ismeritek egymást? Nem, azért nagyváros. Nagyobb város annál. Jó, hát jó, de attól még vannak emberek, akik ismerik egymást, tehát jó, hát megkérdeztem vélet. Na, egyébként te meg szeretsz kézi munkázni? Igen. Jó, látod, ritka, persze, igen, de? Ezen belül is kötni szeretek. Kötni? Kötni, így miket van. Miket szokták kötni? Sál, pulóver, zokni? Vagy... Hát a sál az megvolt, inkább ilyen kisebb dolgokat. Hogyha ha ajándék ötletem támad, vagy ha nincs más ötletem, akkor kötöttem például kártyapakli tartót, édesanyámnak mobiltelefontartót, igen. E-book olvasó tartót. Igen, kapcsolatokat. Azt nem, nem fonallal kell. Ja, köszönöm szépen. Jól van. Jöjjön az első párbaj. Péter, befőtt gyümölcs. Kompót. Kompó. Nagyszerű szó. Melinda. Óriás kígyó a dzsungel könyvéből, ő K. Mauli barátja. Péter. Milyen állat Balú? Medve. Medve, Kiplingnél, így van. Melinda. Melyik ókori nagyváros kikötője volt Ostia? Vagy Róma. Róma kikötője volt, így van, helyes. Péter. Melyik sportágban szerzett Növényi Norbert európai és világbajnoki címet? Kickbox. Kickboxban szerezte ezt, ugye birkózásban volt olimpiai bajnok, de abban nem nyert se VB-t, se EB-t, csak ezüstéremig jutott. Melinda. Milyen faluról szól? Elsodort. Elsodort, falu Szabó Dezső regény. Elsodorhatsz engem nyugodtan, persze. Jó válasz a bármikor. Péter. Királyi szakácsairól nevezetes település Somogyban. Nagy szakácsi.
nagy szakács, így van. Ez azért van, mert általában a középkori királyok nagy szakácsiban és környékén adtak földeket a királyi szakácsoknak. Nagyszerű. Melinda. Melyik francia városban Avignon. Volt a fogságban a pápák? Ez az avignoni fogság volt. Péter. A delfai Jósda feliratának híres első mondata. Delfai Jósda. Ismerd meg önmagad. Ismerd meg önmagad. Nagyszerű. Melinda. Az első hivatásos magyar színtársulat létrehozója. László, Kelemen. És minden megvan. Mit akartál még megfejteni? Hát ezt szerettem. Nem mondtad, hogy László, Kelemen, és még vártad, hogy meg. Megint nehezebbre számítottam, pedig ezt tudnom kell. Hát Kelemen László, így van. Az a 18. század végén ő volt az első, aki hivatásos társulatot hozott létre. De te szereted a színházat amúgy is, nem? Igen. Ja, bár gondolom Kelemen Lászlóval nem találkoztam. Nem találkoztam. De hallottál róla. Nagyszerű. Péter. Hunyadi János ellenfele, 5. László gyámja. Cillei Ulrik. Cillei Ulrik. Melinda. Mennyi az 1 és 100 között található páratlan számok összege? 1000, ez... 1 és 100 között, picit kell gondolni. Passz. Ilyen gyorsan? Ilyen gyorsan. Passz. Péter. 100, 2000. Nem jó. 5000. Nem, mondjál még. 1 és 100 között. 3000, 4000, 5000, 6000, 7000. Ebben nem tudok így most segíteni. 1 és 100 között. 1500, 1600, 1700, 1800, 1100, 1200, 1300. Igen, ez 2500 a helyes válasz. 5050, 1-től 100-ig a számok összege. Akkor ezek szerint még nem találkoztatok ebben az adattal. Tehát nagyságrendileg annak a feléről van szó, kivészem az 50-et középről, és az összes többi szám ugye párban van 1-től 100-ig, 1-től 99-ig. De ha Gauss itt lenne, akkor ezt ő gyorsabban kiszámolná. Szóval 2500 a helyes válasz. Így van ez, amikor két nagyszerű játékos párbajozik egymással, és nehéz, majd egyre nehezebb kérdések következnek. Péter, örülök, hogy eljöttél hozzá játszani, érdemes. Köszönöm a játékot. Megvan az első párbaj, kicsit megnyugodtál? Kezdek. Kezdesz. Hát de még jó párbaj volt, jó válaszokat adtál, jókat tudtál, nehéz kérdésekre is. Nyugalom. És ha eddig nem tudtad volna, jogás sem vagy. Nagyszerű. Nézzük a nyereményt. €500 000. Jó kezdés. Tényleg szépen ezt feljegyezzük. És ez a jó kezdés azt is jelenti, hogy 9 párbajt kell még vívni 25 millió forintért. Mindazonáltal a mai játékidőnk váratlanul, de gyorsan véget is ért, hiszen meglehetősen sokat játszottunk sok ellenféllel szemben. Különös szeretettel várjuk jogász játékosainkat, hogy bizonyítsanak a társadalom számára, hogy igenis a jogászok is tudnak jól játszani. Egyébként volt már erre korábban is precedens. Egyelőre ez Melinda játéka. Holnap este ismételten találkozunk, a 9 ellenfél játékos is itt lesz, úgyhogy várunk mindenkit, játszanak velünk. Holnap este ugyanebben az időpontban találkozunk. Viszontlátásra!